Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Turmix 2016-ban először. Mai adásunkban már a 2001-es év eseményeiből szemezgetünk. Elnézünk egy újévi koncertre, megmutatjuk a középiskolások kiállítását a Mátra Művelődési Központban, és kiderül, hogy ki volt az első újszülött Gyöngyösön az új esztendőben. A 2001-es év első babája Lukács Liza volt. A Galga Hévízi anyuka büszkén mutatta meg stábunknak a csöpséget. Lukács Lizát január 2-ára várták, de a fájások már az új év első napjának délelőttjén elkezdődtek. Így az új évezredben este 20 óra 5 perckor látta meg a napvilágot a Gyöngyösi Kórház első kisbabája. A 3 kg 30 dekával született, 54 cm hosszú kislány és mamája kitűnő egészségnek örvendenek, és pár nap múlva haza is térhetnek Galga Hévízre, ahol már nagyon várják érkezésüket. Sok minden változott az új év beköszöntével, áremelkedésekre lehetett számítani, drágult az áram, a tej, de még a közlekedés is. Szenicei Csaba járt utána a dolgoknak. Szinte mindenhol tapasztalható változás, legalábbis ami az árakat érinti. A tejtermékek például átlagosan 10%-kal emelkedtek. A pékek pillanatnyilag a tavalyi árak tükrében értékesítik portékáikat, ugyanis még nem tudják, hogy a különböző alapanyagokért mennyit kell majd fizetniük. Így a kenyér idei ára csak a jövő hónap közepén alakul majd ki. A villamos energia nappali tarifája átlagosan 6%-kal, míg az éjszakai 5,5%-kal emelkedik. A volántársaságok egységesen a pénzügyminisztérium jóváhagyásával 6,8%-kal emeltek áraikon, így egy helyi buszjegy a tavalyi 74 helyett 79 forintba, az egyvonalas helyi bérlet 1770, az összvonalas helyi bérlet pedig 2011 forintba kerül majd. Az autóbuszok menetrendjében nem történt változás, és még mindig utazás, a MÁV szintén egységesen 6%-kal emel tarifáin, de a menetrendben itt sem történt korrigálás. Magyarország autópályáin a személyautók éves bérlete 23.300 forintba kerül, a D1-es és a D2-es kategória így 6%-kal emelkedett, viszont a D3-as kategória tarifája csökkent méghozzá 8%-kal. A posta is átlagosan 6%-kal emelt a küldemények árán, így egy átlagos szabványméretű levelet helyben a tavalyi 29 forint helyett 31 forintért, míg egy távolsági levelet 34 forint helyett 36 forintért adhatunk fel. Az ajánlva küldött leveleinkért pedig 88 forintot kell majd fizetnünk, szemben a tavalyi 83 forinttal. Az összkép szerint tehát megint drágult egy kicsit az élet itt Magyarországon 2001-ben. Egy egész hónapot szenteltek a magyar kultúrának Gyöngyösön. A Mátra Művelődési Központ szervezésében több eseményen is részt vettek az érdeklődők, de a zenés és táncos műsorokon túl volt például képeslap kiállítás is. A Magyar Kultúra Napjának megünneplése Gyöngyösön is több éves hagyomány. Idén immár második esztendeje rendhagyó módon egy egész hónapos programsorozattal emlékeznek meg a himnusz születéséről, megmutatva a magyarság kultúrájának páratlan gazdagságát. Gyöngyösen is úgy gondoltuk, hogy nekünk is meg kell emlékezni erről, nem azért, mert divat és máshol is így gondolták, hanem azt hiszem, hogy ez kötelességünk, hogy a magyar kultúrának tisztelegjünk. A programsorozat szervezője a Mátra Művelődési Központ, ám a város szinte valamennyi kulturális és oktatási intézménye, civil szervezete, művelődő közössége részt vállalt a munkából. A város önkormányzata pedig elkülönített támogatási kerettel segítette a tervek megvalósítását. A sorozathoz kötődően már látható a Vahocs Sándor Városi Könyvtárban a Gyöngyös és környékét bemutató képeslap kiállítás, az elkövetkező napokban pedig több képzőművészeti tárlat is várja az érdeklődőket a város több galériájában. Emellett számos zenei és színházi produkciót is láthat januárban a gyöngyösi közönség. A Magyar Kultúra Hava kiemelkedő rendezvénye lesz az a hangverseny, amelyen a városban működő kórusok Kodály, Liszt és Bartók műveket adnak majd elő a Magyar Kultúra Napján. A szervezők azt sem titkolták. A programok látogatottsága tavaly több esetben elmaradt a várakozástól, azonban ez nem szegte kedvüket, s remélik, hogy az idei kínálatban mindenki talál kedvére valót. Második alkalommal rendeztek újévi koncertet a Mátra Művelődési Központban. Az Egri Szimfonikus Zenekar lépett fel a gyöngyösiek előtt. Zsúfolásig megtelt a Mátra Művelődési Központ színházterme,
A város zeneszerető közönsége nagy érdeklődéssel várta az immár második esztendeje megrendezett újévi koncertet. Az est fellépői nem is okoztak csalódást a lelkes közönségnek, az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezényletével fergeteges koncertet adott. Ugyanígy az énekesek, Eperjesi Erika, Györfi István és Kincses Károly is feledhetetlen perceket szereztek a hallgatóságnak a népszerű melódiák értő tolmácsolásával. A műsoron szereplő Rossini, Mozart, Csajkovszki, Verdi, Lehár, Erkel, Kálmán Imre művek mellett nem maradhattak ki a repertoárból, az új év köszöntéséhez már-már elengedhetetlen Strauss melódiák sem. Az estet színesítették az Agria Táncsport Egyesület tagjai, akik lendületes táncaikkal hol a forró latin vidékekre, hol pedig a keringőtől hangos báltermekbe röpítették a nézőket, persze csak képzeletben. A folytatásban Pásztor Csilla jelentkezik az ország legmagasabb pontjáról, Kékestetőről. Kiderül, hogy 2001. januárjának első napjaiban milyen volt a hóhelyzet a Mátrában. Kékestetőn most is szálingózik a hó, ennek ellenére a hóréteg vastagsága mindössze 5 cm, sajnos ez még síelésre nem alkalmas. A meteorológusok szerint az éjszaka folyamán további havazás várható, a hétvégén pedig hózáporokban is lehet részünk, nem csak itt a hegyekben, hanem a városban is. Ebben reménykednek már a sípálya üzemeltetői is, ugyanis a sífelvonó beindítása a hótakaró függvénye. Gyakorlatilag térdelő rajtba várjuk azt, hogy a hó azért vastagodjon, legalább egy olyan 10-15 cm-t elérjen, akkor ítéljük, azt a mennyiséget ítéljük meg annak, hogy a pályát lehet kezelni, karbantartani és elégséges lesz a működtetéshez. Tehát ha ez a mennyiség megvan, gyakorlatilag 2-3 órán belül tudunk indulni. Kis hó ide vagy oda, akik már kiéheztek a síelésre, azok bizony nem tudnak várni. Az első fecskék Bodonyból érkeztek. Minden nap kijövünk. Ez volt az életünk, a sízés. Gyerekkorunktól sízünk. Versenyeztem is, régebben már kiöregettem, úgyhogy most már amatőr szinten kell egy kis mozgás. Csábító ugyan a hófötte táj, de inkább csak túrázásra, szánkózásra ajánlják még, hiszen a léceket tönkre is teheti a vékony hótakaró alatti kavicsos réteg. De ha így esik továbbra is, a hétvégén, az idei szezonban először benépesül a kékestetői sípálya. Ma már itt üzemel az okmányiroda. 2001. januárjában azonban még nem tudták, hogy milyen funkciót töltsön be az egykori Szabadságmozi épülete, Pálinkási Ildikó összeállítása. Hajdan szebb napokat is látott az Esperanto úti épület. Sokan jártak ide, hogy megnézzék a legújabb hollywoodi sikerfilmeket. Mostanában csend van errefelé, már évekkel ezelőtt megállt a vetítőgép. Az országban nem egyedülálló történet ez. Az elmúlt 10 évben sorra zártak be a kisvárosi mozik, nem volt pénz a fenntartásukra, és az érdeklődés is elpártolt tőlük. Sokan választották a kényelmetlen székek helyett az otthoni videót vagy a kábelcsatornák valamelyikét. Akik pedig megtehették, elmentek egy multiplexbe, ahol kényelmes a szék, ott a Dolby Stereo, de a feeling valahogy mégsem ugyanaz. A történetnek mindenképpen egy a vége. Lassan eltűnnek a kis mozik, ahol hajdan olyan jó volt összebújni. És hogy mi lesz az épületek sorsa? Gyöngyösön jelenleg jelzálog terheli az önkormányzati tulajdont, így eladni nem lehet, de a város vezetői mégis szeretnék hasznosítani az egyelőre elárvult épületet. Nemrég egy film Kft. Bérelte, de a jogot hamar visszaadta a városnak, talán neki sem sikerült a csoda. Az önkormányzat pedig továbbra is igyekszik kitalálni, hogyan folytatódjon a Szabadságmozinak egykor otthont adó épület sorsa. A legújabb tervek között az is felmerült, hogy a jövőben talán egy ifjúsági ház működhetne itt. Minden esetre a remények szerint lassan újra benépesül a régen szebb napokat látott épület. Kulturális találkozó középiskolásoknak 5 gyöngyösi iskola, valamint a térség fiataljai állították ki festményeiket, grafikáikat és kézműves alkotásaikat a Mátra Művelődési Központban. 5 gyöngyösi középiskola, valamint a térség diákjai mutatkoztak be a Mátra Művelődési Központban megrendezett kulturális találkozón. Az elsőként megnyitott kiállításon a fiatalok mellett tanáraik is szerepeltek festményekkel, grafikákkal vagy éppen kézműves alkotásokkal.
A tárlatot megnyitó Schubert Henrik művésztanár szerint a kiállított munkák jól példázzák az alkotó ember megnyilatkozásának sokféleségét. A programot a tehetséges fiatalokat támogató Junior Art Alapítvány, valamint a helyi Vakbottyán János szakközépiskola szervezte, a Magyar Kultúra Hava rendezvény sorozatába illeszkedve. Minden iskolának a kultúra iránt elkötelezett kollégái, vezetői és a diákjai minden győzködés nélkül a gondolatot helyesnek találták és csatlakoztak hozzá. A kiállítás után gála műsoron mutatkoztak be a fiatalok, főként zenés és irodalmi produkciókkal. Az eseményt megnyitó Horváth Attila, az Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke azt hangsúlyozta, az ifjak fogékonyak a kultúrára, a városnak pedig kötelessége, hogy szellemi gyarapodásukat elősegítse. Ez Gyöngyös meg is teszi, hiszen minden esztendőben jelentős, pályázatok útján elérhető összegekkel támogatja a legkülönfélébb kezdeményezéseket. A gálával egy időben versmondó verseny is zajlott, ám akadtak, akik saját költeményükkel versenyen kívül léptek színpadra. Megmutathatom az embereknek, hogy írok, meg már jelent meg verseny folyóiratban is, és hát gondolom, hogy ez egy lehetőség az élettől. A szervezők remélik, hogy sikerül hagyománnyá tenni a több száz diákot megmozgató programot. Két hét múlva innen folytatjuk a múlt idézést, tovább emlékezünk 2001 legjobb pillanataira, eseményeire. Tartsanak velünk akkor is, viszlát!